Útlevelet kapnak az ifjúsági főváros szóvivői, népszerűsítői és mindazok, akik ezt igénylik. A kis könyvecske útmutatóként szolgál Kolozsvárhoz, támpontokat tartalmaz, amelyekből kiindulva gyors ízelítőt lehet adni a kincses városról és annak kínálatából is. Személyre szabható, a népszerűsítéshez szükséges alapinformációkat tartalmazó útlevelet kapnak mindazok, akik szóvivői, képviselői szeretnének lenni Kolozsvárnak, Európa 2015-ös ifjúsági fővárosának. A kezdeményezők azokat szeretnék megszólítani, akik már valamilyen módon kötődnek a kincses városhoz. Nekik szeretnénk egy olyan eszközt adni, amivel igazából ezt a várost promózni tudják, és amivel összeszedjük azokat a talán legfontosabb információkat, vagy trendibb információkat Kolozsvárról, amit ők maguk is elmondhatnak azoknak az emberekkel, akikkel bárhol találkoznak, és akiknek ugye adott esetben nagyon rövid idő alatt, fél perc alatt vagy egy perc alatt kell valamit Kolozsvárról mondaniuk. Az Európa Ifjúsági Főváros Kolozsváron a megosztási koncepcióra épül. Az útlevél is egy eszköz ehhez, a gyors megosztás segédeszköze, mint egy kézikönyve. Az útlevél alapvetően a város statisztikai információkat is tartalmaz, illetve helyrajzot is, mik azok a főbb látnivalók vagy érdekességek, amit, hogyha Kolozsvárra jövünk, akkor meg lehet nézni. Vannak benne elérhetőségek is, akár az ifjúsági főváros és a mindnaptára elérhetőség, vagy olyan applikációk és internetes online felületek, ahol a több információt lehet szerezni a városról. Május 22-től a román nyelvű útlevél lesz elérhető, de a magyar és angol verzió is a véglegesítési formában van. Ezeket június elejére ígérik a szervezők.